Nagy nehezen úgy gondolom, hogy eljutottunk a ruhatár rendszerezős videóhoz, de még mindig nem tudom eldönteni. Nagyon régóta halogatom már ezt a témát, és mindig lebeszéltem róla magam, de nincs erre ideális időpont, én úgy gondolom. Úgyhogy azt hiszem, hogy mindjárt nekiállok, de ma kurvára nincs kedvem igazából semmihez. Van egy óriási nagy pattanás a fejemen, amit igazából először a vlog videóban vettem észre, a múltkori videóban, hogy volt egy ilyen szög, talán az IKEA-ban, hogy így lentről vettem magam, és így láttam, hogy nő ki ott egy új családtag. Úgyhogy igen, nem, ez van, nem. Még most mindig azon gondolkodom, hogy lehet, hogy valami másról kellene videót csinálni, és akkor ezt a ruhatár rendszerezést még kicsit el lehetne halasztani. De nem, ma tényleg megcsináljuk, mert a múltkori videóban is írtátok, hogy sokatokat motiváltam, még akkor is, hogyha inkább demotiváló voltam arra, hogy megcsináltok ti is ezt a rendszerezést, úgyhogy álljunk is neki! Amúgy azt hiszem, hogy nem mutattam a múltkori videóban, viszont vettem az IKEA-ban ilyen puha dobozokat, kettő ilyen puhább dobozt, ami ilyen ruhatárba való igazából, és kicsit át akarom rendezni magát ezt a gardrób szekrényt, már el is kezdtem, tehát hogy nem az elejéről kezdtem, hál' Istennek, tehát hogy most azt gondoltam ki, hogy az egyik felében lesznek a nyári ruhák, a másik felében meg az őszi-téli ruhák, és akkor így jobban átlátom, mert így nem kell akkor minden reggel a nyári ruhákon, nyári ingeken, blúzokon is átmennem, és arra emlékeztetnem magam, hogy tél van. Kicsit a rendszert is így át szeretném alakítani, mint mondtam, már elkezdtem a nyári cipőket, szandálokat, már elpakoltam, a téli cipőket megpucoltam, úgyhogy ez már így megvan, viszont óriási káosz van a ruhatárban, majd mindjárt meg is mutatom, hogy hogy néz ki jelenleg. Jelenleg most így néz ki ez a sarok itt a ruhatárnál, ugyanis még nem volt időm elpakolni az új cuccokat, amiket szerdán vettem, itt vannak még az IKEA-s cuccok is. A párom viszont meglepett azzal csütörtökön, hogy mire hazaértem, ugyanis 8-ig dolgoztam este, összeszerelte nekem ezt a kis trolit, úgyhogy be is tettem az összes smink cuccomat oda körülbelül, úgyhogy most már ott szoktam sminkelni, attól függetlenül, hogy nincsen asztalom. És mint mondtam, az IKEA-s, meg ezek az új cuccok, ezek még itt hevernek a földön. Ráadásul lesz majd videó erről a Zalando csomagról, hogy miket rendeltem. Így felpróbálós videó, ugyanis lesz benne edzőcucc is, lesz benne bőrcucc is, világos nadrág, meg ilyenek, majd lehet, hogy ma még lefilmezem, nem tudom, hogy mennyire lesz kedvem hozzá ezután, és ott van a sarokban ezek a puha dobozok, amiket fel fog használni most a ruhatáramhoz, ami jelenleg úgy néz ki, tehát, hogy most ezt itt kinyitom, ezt a részt, itt voltak régen a kabátok, és hát itt még mindig vannak kabátok, méghozzá a páromnak van itt két kabátja, de remélhetőleg ez így repül majd innen, és itt vannak a nyári blézerek és nyári ruhák, felsők, ott alul pedig így nyári cipők vannak. És igen, ez még nincs kész, tehát hogy ide még jön egy pár nyári ruha, amit most kimostam, tehát, hogy most már ki van mosva minden, kivasalva nem lesz semmi, mert látjátok, hogy ez egy ilyen önálló vasaló rendszer itt, mert olyan szinten szűken vannak a ruhák, hogy teljesen ki fognak simulni, hogy kivasalni nem fogom őket. Itt fenn lehet látni néhány törölközőt, ágyneműt, vagy hát ilyen lepedőt, meg a kötött pulcsikat, ezeket ki fogom innen rámolni, és azokat a dobozokat fogom ide felrakni, méghozzá nyári felsőkkel, amilyen hajtogatósabb felső, és ezek mennek majd oda fel, legalábbis remélem. Itt van a középső rész, amiben nekem a nyári ruhák voltak, és blézerek. Hát ez most elég nagy káosz itt, vagy hát nem káosz, mert ide kerültek át a kabátok, szövetkabátok, és téli ruhák is vannak itt, amiket nyilván szoktam így hordani, tehát ezek ilyen nyári-téli ruhák, de ezeket itt hagytam. Hát nem tudom, ami baj itt az a tollkabát, tehát nem mind fér be. Például a világos mangós tollkabátom az nem fér idebe, pedig normál esetben így be kellene, hogy férjen. Mindegy,
És itt vannak a csizmák, kicsit káosz van itt is, de ezt is azért szépen rendbe fogom rakni. Viszont itt van a ruhatáramnak az a része, ami elég gázos, úgyhogy ezzel fogok most kezdeni, méghozzá mindent ki fogok rámolni az ágyra, és szétválogatni. Tehát én úgy gondoltam, hogy a mellényeket, meg ilyen téli blúzokat, pulóvereket, azokat válfára fogom felrakni, természetesen nem a nagyon-nagyon nehéz cuccokat, tehát nem akarom, hogy elveszik a formájukat, ezt majd meglátom, hogy fogom megcsinálni. Valószínű, hogy a világos farmerek azok fel fognak menni ugyanúgy oda a nyári felsőkkel, ugyanis télen nem hordok világos farmert, úgyhogy igen, álljunk is neki. Nem tudom, hogy legyen a kamera, megpróbálom úgy csinálni, hogy lássatok mindent. Kipakoltam most ezt a szekrény sort, ezt a polcos részt, és hát vannak azért rések. Nem tudom, lehet, hogy túlzásba vittem, kicsit nagyon megerőltettem ezt a szekrényt, fogalmam sincs. Jó is lesz most egy kicsit átrendezni, de most erről a két dobozról akarok beszélni, pontosabban ez egyfajta, ez a Dröna nevezetű doboz az IKEA-ból, és kettőt vettem belőle, talán valami 5 euró körül voltak, nem akarok hülyeséget mondani, lehet, hogy kevés lesz, majd meglátom, de nagyon tetszett. Minden esetre többféle mintában, színben vannak egyszínűek is, de nekem úgyis igazából a szekrényben lesz, úgyhogy azért választottam virágosat. Mint mondtam, az egyikbe a nyári cuccok fognak menni, felsők, pólók, stb. A másikba pedig fogalmam sincs, valószínű, hogy nadrágok, de majd meglátjuk. Amit még közben megcsináltam, de nem láttátok, az volt, hogy kitöröltem a polcokat, mert kicsit azért porosak voltak, meg amúgy is szeretem őket így legalább évszakváltáskor kitörölni, különben nem igazán szoktam kirámolni ezért az egész oltárat, úgyhogy ez is megvan. Van itt még egy pár kimosott nyári ruha, ezeket fogom most betenni a nyári ruhás részre. Ez nehéz ügy lesz, mert harcolnom kell. Ez így nem jó. Ugye onnan fentről le kell vennem mindent, viszont a széken van a kamera. Jó, mindig megpróbálom így is talán menni fog egy része. Igen, hát nem sok minden. Na mondjuk az ágyneműt azt pont nem akartam. Különben is kirakta fel oda azt a kurva ágyneműt, nem is ott van a helye. Aha, értem, azok nem is az én pulcsiaim ott. Ennyi, bennye. Rám szokod a szekrény, vagy nem? Mi van, ide rálépek? Na, inkább nem. Ne aggódj, megoldom.
most meg ezektől nem fog elférni, hát megőrülök. Ez az undorító strasszos Philip Klein Farmer, amit valakitől kapott ajándékba. Próbáltuk eladni, de hát nézzétek, ez nem kell senkinek. Mi van ott még? Ezt nem hiszem el. Nem hiszem el, megölöm. Jó, tökéletes. Nézzétek, csak mindjárt megmutatom, hogy milyen. Tadám! Az ő szarjait meg berakom a szobájába. Szóval is fáj a vállam ettől. Ez persze nem mutatja meg nektek egyik semmit a YouTube-on, mit szenved a ruhatára. Csak mindig a gyönyörű ruhatára, gardróbtól. Remek, meg is vagyunk, befértek a nyári ruhák ebbe az egy fogba, szuper! De mint mondtam, fogok felrakni fogasra is kötött dolgokat, de leginkább ilyen mellényeket. Pulcsikat annyira nem szeretnék, tehát ilyen magas nyakú pulcsikat nem. És itt azért viszonylag már kiválogattam mögöttem azokat a blúzokat, amiket szoktam télen hordani, tehát a nagyon ilyen bizibuzi virágos ingeket, azokat elraktam nyilván a nyári részlegre, mert azokhoz úgysem nyúlok annyira, úgyhogy ezt már megcsináltam pár héttel ezelőtt. Gondoltam, szerintem nem lesz tele amúgy pulcsival ez az egész, hogy a középső részt jelenleg így meghagynám ilyen kis inspirációs faknak, méghozzá így táskákat raknék bele, amiket télen úgy szoktam többet hordani, és így jobban átlátnám az egészet, ugyanis itt vannak lenne a bőrnadrágok, most így ezt nem látjátok, a felsők, és nem tudom, így jó lenne látni együtt így a táskákkal az egészet. Meglátom, hogy elférek-e, de szerintem nem lesz probléma. Na nézzétek, srácok! Mit gondoltok? Szerintem szuper lett. Nyilván nem hajtottam össze őket a legszebben, de úgyis, ha egyet kiveszek belőle, borul az egész rendszer. De nagyon tetszik így a táskákkal. Ez az egész ott fenn, hát igen, azt még meg kellene csinálnom, de ott vannak a hajszárítós cuccaim, övek, szalmakalap, mindenféle fasság, ugye ahhoz most nincs kedvem. De a lényeg az, hogy a ruhákat befejeztem, amúgy amiket vettem, azt már kipakoltam a táskából, és szerintem, ha még van időm ma, vagy nem tudom, hogy lesz, megcsinálom ezt a Zalando holt talán. Nem tudom. És azért így látom a ruhatáramon, hogy sokat fejlődött abba az irányba, amiben szerettem volna. Ugyanis mondtam, hogy szeretnék ilyen krémszín dolgokat beszerezni kabátokban is. Egy kabátot még szeretnék krémszínűt, méghozzá egy szövet kabátot, mert azt még nem találtam tökéleteset. Egyet most már rendeltem a Mangótól, de nem tudom. Lehet, hogy túl nagy lesz, mert hogy alapjáraton ilyen óriás szabása van, de majd meglátjuk, majd biztos, hogy hogyha tetszik, akkor meg fogom nektek mutatni, de tetszik így most a ruhatáram, és hoz egy kis felfrissülést a fekete mellé, ugyanis én azért viszonylag nagyon sok feketét hordtam mindig télen. Remélem, hogy meghoztam nektek is a kedveteket erre a rendszerezésre, hogyha még nem csináltátok meg, mert lehet, hogy én vagyok csak itt az utolsó, aki most ezzel foglalkozik. Úgyhogy ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!